Sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek, hogy milyen újdonságokat kaptam mostanában tesztelésre. Aki esetleg még nem látott ilyen típusú videót, azoknak elmondom, hogy ezeket a termékeket nem én vásároltam, hanem cégek küldték nekem azért, hogy kipróbáljam őket. És azért szoktam megmutatni ezeket, mert így legalább ti is tudjátok, hogy milyen újdonságokra, milyen új termékekre számíthattok a boltok polcain. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem! Az első csomagot a Dove-tól kaptam, és ebben két újdonság lapult, az új Go Fresh körte és aloevera illatú termékcsalád. Az egyik az a Go Fresh dezodor, a másik pedig a Go Fresh tusfürdő. Én már több videóban is elmondtam, hogy én nagyon szeretem a Dove-nak ezeket a fújós dezodorjait, illetve a tusfürdőit is, és hát ezeknek olyan igazi, frissítő, tavaszi-nyári illata van. Körte illata van, de kicsit nekem valahogy olyan, mint hogyha valami citrusosság is lenne benne, de nagyon finom ilyen lédús, frissítő illata van, és mindenképpen szeretném még megmutatni nektek, hogy a csomagban volt még egy ilyen gyönyörűséges kis kaspóban egy ilyen növény. Hát a Dove-tól egyébként mindig olyan csomagokat kapok, amik feldobják a napomat, úgyhogy nagyon köszönöm nekik ezúton is. A következő csomagom a Babától érkezett, és ebben a magnólia illatú kényeztető tusfürdő volt. Nagyon kellemes, virágos, de kicsit púderes illata van. Amúgy a férjem az, aki nagyon rá van kattanva a baba tusfürdőkre, úgyhogy ő nagyon szereti, de ez inkább egy nőies illat, szóval ezt én fogom elhasználni, nem ő. És ehhez a csomaghoz is járt egy kis extra dolog, amit szintén szeretnék nektek megmutatni, mert nagyon tetszik. Ez egy ilyen kis fa írótábla, amin ilyen különböző kis képek vannak. Szerintem nagyon jól néz ki, és hát Instagramos fotókon különösen jól mutatnak az ilyen dolgok. A most következő két termék az hajápoló. Akik látták a legutóbbi vlogomat, amit beteszek majd föntre, illetve a videó alá is, azok már találkozhattak vele, ugyanis vlogoltam azon az eventen, amin a L'Oréal Botanicals Fresh Care hajápoló termékeket mutatták be nekünk. Ez igazából három verzióban lesz kapható. Ez, amit én kaptam, ez a sáfrányos szeklicés, ami száraz hajra való. Ezen kívül lesz még gerániumos, ami azt hiszem festett hajra való, illetve korianderes, ami meg talán vékony szálú hajra való, hogyha minden igaz. Mindegyik fajtából háromféle termék lesz. Egyrészt egy sampon, ami 400 ml-es és pumpás kiszerelésű, ami szerintem roppant praktikus. Ezen kívül van még egy balzsam is, mindegyik termékcsaládnál, valamint egy speciális termék. Ez egy nem kiöblítendő hajápoló, ami visszaállítja a haj puhaságát, anélkül, hogy a hajat elnehezíteni. Egyébként azt kell tudni ezekről a termékekről, hogy természetes hatóanyagokat tartalmaznak, viszont nincs bennük szilikon, parabén, illetve színezékek, és hamarosan majd ti is megtalálhatjátok őket a boltok polcain, mert hogy ezek a lakosság számára is elérhető termékek. A Rossmantól is kaptam egy hatalmas csomagot Valentin napon, és ebben kizárólag saját márkás termékek voltak. Például ez a Wellness and Beauty folyékony szappan, érzéki cseresznyevilággal és rózsa kivonattal. Aztán ugyanebből a termékcsaládból egy zuhanyzó hab, szintén ugyanebből a cseresznyevirágos rózsás termékcsaládból egy fürdőgyöngy, ami nagyon gusztán mutat ebben a kis üvegtégelyben, valamint egy testvaj. Ennek a termékcsaládnak egyébként ilyen nagyon kellemes, virágos illata van, amit én nagyon-nagyon szeretek, különösen tavasszal, úgyhogy biztos, hogy ezeket ki fogom próbálni. Volt még a csomagban egy Izana limitált habfürdő, ez a Berry Love névre hallgat, és azt írják, hogy akály vagy acai bogyó kivonat van benne. Az illata az abszolút ilyen bogyós, gyümölcsös illat, szóval nagyon kellemes. Aztán van itt még egy Izana szintén limitált Lovely krém tusfürdő, amiben vörös áfonyalé van. Ennek is ilyen bogyós, gyümölcs illata van, de ez is nagyon kellemes. Egyébként szerintem én még nem nagyon próbáltam Izana tusfürdőt. Sőt, szerintem biztos, hogy nem próbáltam, úgyhogy épp itt lesz az ideje. Ezen kívül volt még a csomagban két Rival de Loop Triple Lift
krém, az egyik az egy intenzív szérum a feszesebb bőrért, a másik az pedig egy szemkörnyékápoló, tehát ez ugyanahhoz a termékcsaládhoz tartozik. Van itt még egy Izana fürdőpesgő tabletta, amiben jojoba olaj van és gránátalma illatú, illetve egy Alterra ajakolaj biomálnával. Van itt egy kis organzatasak is, amiben kettő darab Izana citromfüves fürdőszívecske van, és kb. Ennek az illatát lehetett érezni az egész csomagban. Ilyen nagyon-nagyon frissítő, citromos illata van. És végül, de nem utolsó sorban, három sminktermék is lapult a csomagban. Ezek mind Rivaldeloup Young termékek, igen. Az egyik az egy Crazy Gel and Shine szájfény, eléggé intenzív piros színben. A másik egy ajakceruza, intenzív ajakszín bársonyos matt hatással. A harmadik az pedig egy Long Lasting Lip Liner, vagyis egy ajakkontúr ceruza a 05-ös Dark Cherry árnyalatban. És íme itt vannak egymás mellett a swatchok is róluk. Ez itt az ajakkontúr ceruza, ami egyébként egy kitekerhető ajakkontúr ceruza, tehát nem kell helyezgetni, úgyhogy ez nagyon praktikus. A mellette lévő az a bársonyos matt hatású rúzs ceruza, ez viszont hegyezős. És ez pedig itt a szájfény, ami szerintem eléggé pigmentált, nem az a kis lightos szájfény. És akkor ha már sminktermékeket mutogattam, akkor folytassuk ezekkel. Kaptam egy elég nagy csomagot a Catrice-től, amiben rengeteg új termék lapult, viszont ezekről most nem fogok részletesebben beszélni, mivel már csináltam velük egy külön ilyen első benyomásos smink videót, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mi lapult ebben a csomagban, illetve milyen sminket készítettem velük, mik az első benyomásaim ezekről a termékekről, akkor mindenféleképpen nézzétek meg, be fogom tenni föntre is, illetve a videó alatti leírásba is. A Max Factortól is érkezett néhány újdonság ebben a kis bársony zacskóban. Egyrészt itt van ez a Max Factor Color Elixir Velvet Matte ajakrúzs, ez a 20-as Rose árnyalat, tehát ez egy ilyen bársonyos matt finisű rúzs, és egy ilyen nagyon szép tavaszi rózsaszín, hát én már-már Barbie rózsaszínnek mondanám. Bársonyos matt finise van, nagyon kellemes textúrája van amúgy, tehát egyáltalán nem tűnik olyannak, ami szárítaná az ajkakat. Aztán van itt még egy Max Factor Natural Brow Styler ilyen átlátszó szemöldök zselé. Ez ugye nagyon jó azokra a napokra, amikor nem akartok semmi extra csinálni a szemöldökötökkel, csak szeretnétek, hogy egy picit rendezett legyen, de lehet használni akár más szemöldök termékekkel együtt is, szóval szerintem ez mindig jól jön. Illetve van még itt egy Max Factor 2000 Calorie Curl Edit Rich Volume and Curl szempilla spirál, aminek nagyon-nagyon érdekes keféje van, és ezt most meg is mutatom nektek. Egyrészt ez egy hagyományos kefe, tehát nem szilikonos, viszonylag duci, és amit láthatjátok, ilyen, hát nem is tudom, ilyen ívelt. Én ma ezzel festettem ki a szempilláimat, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon tetszik, mert gyönyörűen íveli a szempillákat, és dúsít is, nem tapasztotta össze őket, és nagyon bízom benne, hogy nem fog maszatolódni sem, mert lehet, hogy akkor egy új kedvenc szempilla spirálom lesz. Kaptam még ezen kívül egy Max Factor Color Elixir Universal Lip Liner-t, ami gyakorlatilag egy ilyen átlátszó ajakkontúr ceruza, tehát ezt bármilyen színű rúzs alá fel lehet tenni, segít, hogy ugye tartósabb legyen a szín az ajkunkon, illetve hogy ne fusson ki a rúzsunk az ajakkörvonalán kívülre. Az Essence-től is érkezett néhány újdonság, egyrészt egy limitált ecset, legalábbis én úgy sejtem, hogy ez limitált, a Blossom Dreams kollekció része. Ez egy highlighter és pirosító ecset. Én pirosításra annyira nem tudom elképzelni, highlighterezésre inkább, de szerintem kontúrozásra is simán lehet használni. Nagyon-nagyon puha a szőre, és hát kérem szépen extra cuki, mert virágok vannak a nyelén meg. Rózsaszín. Aztán jött még egy Cushion Powder Blush a 01-es Sunrose árnyalatban, vagyis ez pirosító, de én ilyet még esküszöm nem láttam sehol. Itt van a kupakban a pirosító, és egyébként itt van egy kis tükör, és itt pedig van egy szivacs, amivel elvileg fel lehet vinni ezt a pirosítót. Na most én ma ezt a pirosítót használtam, de megmondom őszintén, hogy nem mertem ezzel a szivacssal felvinni, mert attól féltem, hogy ezzel tuti bohóc pill lesz a végre. Ezt, hogyha így ide rakom,
én nem tudom, én egy picit megijedtem ettől az eszköztől, úgyhogy simán ide belemártottam az ecsetemet, és ezt vittem fel az arcomra, de van még rajta egy highlighter is, amiről mindjárt szó lesz. És egyébként nagyon tetszik a színe, nagyon kellemes, ilyen kis rózsaszín, babás arcpirt tudtam vele varázsolni magamnak, de ezt a szivacsos megoldást ezt annyira nem értem, megmondom őszintén. Kaptam még ezen kívül két essence terméket a Little Beauty Angels kollekcióból. Egyrészt ezt a színkorrigáló púdert, ez a 02-es I'm Flawless Lily árnyalat, és ezt a fakó, fáradt, szürkés bőrre érdemes használni, mivel egy picit így élettel telibbé teszi. Valamint kaptam egy ajak primert is, ami elvileg így kisimítja az ajkakat, és szebben terül el rajta a rúzs. És itt van még ez a nagyon cuki pirosító is, ez a 01 You and Me egyenlő Awesome árnyalat, a We Are Awesome kollekcióból, talán nem tudom, minden esetre iszonyatosan cuki. Ugye itt van egy pirosító, itt meg egy highlighter, itt látjátok a pirosítót, itt mellette pedig a highlightert, ami nekem egy picit talán fehéresnek tűnik, és nem túl fényesnek, de a pirosítónak a színe viszont nagyon-nagyon tetszik. Kaptam még egy csomagot az Art Deco-tól is, amiben kettő újdonság lapult. Egyrészt a Color & Care szempillaspirál, aminek, hogyha jól látom, olyan keféje van, ami igazából nem is kefe, hanem olyan, mint egy fésű. Nekem volt egyébként már egy hasonló szempillaspirálom a Catrice-től, és az nem volt rossz, pedig én nem nagyon szeretem az ilyen típusú szempillaspirálokat, de ezt ki fogom próbálni mindenféleképpen. És szintén az Art Deco-tól kaptam ezt a Matte Lip Powder-t, ami elvileg egy ilyen matt finisű ajaktermék, ez a 25-ös Lovely Blossom árnyalat. Ennek egy ilyen szivacsos applikátora van, és itt a kupakban van egy ilyen por, amit nem nagyon tudok értelmezni, hogy ajkakon hogy is lehet használni. Hát így néz ki egyébként maga a színminta. Így most swatcholva olyan érzés, mintha egy ilyen szemhéjpúdert próbáltam volna ki. Nem tudom, hogy ez ajkakon milyen lehet, de ki fogom próbálni, mert nagyon érdekel. És egyébként ebben az Art Deco csomagban is volt még néhány cukiságos minkek mellett. Egyrészt színes filctollak, amikre én elsőre azt hittem, hogy gumicukor, na mindegy. Másrészt pedig egy színezhető naptár, ami szerintem baromi jól néz ki. És hát ugye a filctollakkal ki is lehet akár színezni, valamint egy ilyen gyönyörűséges jegyzetfüzet. És végül, de nem utolsó sorban az NV-től is jött egy csomagom, amiben néhány Artistry is termék volt. Ezeket a termékeket egyébként interneten tudjátok megvásárolni, hogyha nem felejtem el, akkor beteszem a linket a webshopjukhoz a videó alatti leírásba. Jött egy ilyen ajaktermék, ez van egyébként most az ajkaimon, és nagyon-nagyon tetszik a színe, mert szerintem egy ilyen igazi tavaszi árnyalat, egy ilyen nagyon szép, barackos, rózsaszínes, nagyon fényes és nagyon krémes rúzs. Aztán kaptam még egy highlightert is, ez egy ilyen tubusos, krémes highlighter, és ez van egyébként most itt a pirosító fölött, szerintem nagyon-nagyon szép fénye van, ilyen enyhén barackos, picit aranyos fényű highlighter, és nekem nagyon tetszik, úgyhogy ezt biztos, hogy fogom használni. Volt még a csomagban két ilyen pigmentszerűség, kicsit igazából bizonytalan vagyok, hogy minek is hívjam őket, nagyon érdekes kiszerelésük van, mindjárt meg is fogom mutatni. Ez van egyébként most a szemeimen, gyönyörűséges fénye van ez a 4-es árnyalat, a másik pedig a 3-as. Szerintem ez nagyon jól pigmentált, és nagyon szép fénye van, viszont ez a világosabb, ez sajnos egy picit nekem gyenge volt. Ilyen kis ecsetes applikátora van, és hogyha belenézünk magába ebbe a tégelybe, akkor igazából a porhoz nem is férünk hozzá, ami benne van, csak így az alján, hogyha belemártjuk az ecsetet. És az az igazság, hogy nekem nagyon-nagyon nem tetszik ez a fajta kiszerelés, szerintem egyáltalán nem praktikus, már csak azért sem, mert én ezt szerettem volna nedves ecsettel felvinni, hogy még intenzívebb legyen a fénye, illetve a színe, de hát sajnos ide nem tudok bedugni semmilyen más ecsetet, csak ezt, ami hozzá van, ezt meg igazából nem nagyon akarom benedvesíteni, mert akkor utána visszadugom, és akkor nem tudom, bepenészedik, vagy így gyűlnek a bacik. Szóval egyáltalán nem tetszik ez a csomagolás, viszont ez a szín igen, úgyhogy valamilyen módon megpróbálok majd trükközni vele, hogy
hogy is lehetne ezt még jobban használni. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek ez a sok újdonság, és találtatok köztük olyasmit, ami érdekes lehet számotokra. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen írjátok meg kommentben, illetve kövessetek mindenféleképpen Instagramon, mivel ott is szoktam ilyen rövid unboxing videókat csinálni, és úgy vettem észre, hogy nagyon szeretitek. Hogyha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, kommenteljetek és iratkozzatok fel a csatornámra, mert annak mindig nagyon-nagyon örülök. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!